Sziasztok! A mai videóban sminkelni fogok. Már nagyon rég volt sminkes videó, sőt nem is nagyon szoktam ilyet csinálni. Azt hiszem egy darab van ezen kívül a csatornámon. És ez azért van, mert nem gondolom, hogy annyira ügyes lennék, vagy bármi. De viszont szeretem, nagyon szeretek sminkelni, meg érdekelnek a kozmetikumok. Úgyhogy arra gondoltam, hogy miért ne csinálhatnék egy karácsonyi verziót. Természetes fénnyel csinálom meg, ami szépen mutat nagyon, csak hát na, változékony, most eleve kicsit be is van borulva, meg már lassan ott abban az időben járunk, fél három van, hogy lassan sötétedik, úgyhogy a fény az változni fog. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy csak sminkelek. Ide készítettem már mindent, amire azt gondoltam, hogy szükségem lesz. Szóval arra gondoltam, hogy egy cut crease sminket csinálnék meg. Kicsit ünnepibb legyen, kicsit olyan, amit én nem szoktam csinálni. Kicsit feszegessük a határaimat, úgyhogy bonyolultabb smink fog következni, és nem szeretném, hogy hosszú legyen ez a videó, márpedig a sminknek az elkészítése biztos, hogy egy hosszabb folyamat, szóval egy-egy lépésnél inkább begyorsítok, meg kivágom, és nem fogok itt ilyen nagyon hosszú beszélgetéseket folytatni ebben a videóban, de nagyon remélem, hogy tetszeni fog. Felveszem a Tigerből vett karácsonyi kis hajráfot, és azzal eltüntetem a hajamat a szememből. És ahogy az előző videóban is, azt hiszem így csináltam, hogy nem alapoztam negesleg először, hanem egyből a szemsminket csináltam. Én mindig alapozni szoktam egyébként, de most sem alapozással fogok kezdeni, mert használni fogok csillámot is, és lepotyoghat, meg tudjátok. Legelőször a szememet fogom lealapozni, és a Rivalda Young-nak a szemhéjbázisát fogom használni, az egész szemhéjemre teszek. Elfelejtettem ide hozni pont a palettát, amiből az egész szemsminket fogom szinte csinálni. És ez újra a Kylie Bieber paletta. Hát a múltkor is ebből dolgoztam. Nagyon szeretem ezt a palettát, és nincs is annyira másik, amit nagyon használnék. Úgyhogy újra ezt fogom. Először egy lapos ecsettel fogok felvinni egy ilyen alapozó színt, a legvilágosabb színt ebből a palettából, és az egész szemhéjamra ráteszem ezt. Miután ezzel megvoltam, ide készítettem a mélyítésre való ecseteimet, és ezt a két színt fogom használni. Ezek ilyen lilás-bordós színek, picit ilyen bogyószínű, enyhén rózsaszínes árnyalatú, nem nagyon tudom leírni, hogy milyen, úgyhogy az egész smink egy kicsit ilyen rózsaszín vibrálású lesz, arannyal megspékelve, vagy valami ilyesmit gondoltam. Úgyhogy először a világosabbal fogok egy alapot csinálni a mélyítővonalba, és utána pedig a sötétebbel még rádolgozok. A kisebb ecsettel viszem fel ugye a sötétebbet, és a blending ecsettel pedig el fogom dolgozni. Még egy nagyon picit viszek, hogy még látványosabb legyen, és utána pedig még jobban eldolgozom, mert az sosem árt, hogyha jól el van dolgozva.
jön a sminknek, a Kat Krisznek az a része, hogy tényleg elvágjuk ezt a sminket, és ehhez egy krémesebb korrektort használok, a Cat Kristól a Liquid Camouflage korrektorát, és keresek valamilyen laposabb ecsetet, amivel lehetne dolgozni, mondjuk ez. Sőt, a legjobb, hogyha két lapos ecsetet keresek, szerintem, mert egy ilyen cicás vonalat szeretnék a végébe húzni, úgyhogy kell egy vékonyabb ecset. Ezt a krémes korrektort felviszem ide a mozgó szemhéjamra, és azzal elvágom a mélyítő vonaltól. Miután ezzel megvoltam, jöhet valamilyen szín erre a részre is. Ezt egyébként így is lehet hagyni, mert végül is elvágtam azon a részen a sminket, ahol szerettük volna. Ez pedig a Cat Krisznek egy highlightere, egy highlighter színe, a 0-10-es árnyalatba, Light Infusion a neve, és ezt fogom feltenni a krémes korrektorra. Nem tudom, mennyire látszik. Eléggé szép színű ez a highlighter, picit aranyos pezsgős színe van, és most szerintem a tusvonal jön, bár nem vagyok benne biztos, hogy most kellene feltenni, de azért teszem most, mert ahogy próbáltam már ezt a sminket egyszer megcsinálni ezekkel a glitterekkel, és annyira nagy szemű glitterek vannak benne, hogy alig tudtam a glitter után feltenni a tust, úgyhogy már előtte is meghúzom, aztán utána, hogyha úgy van, a glitter után is rádolgozok, és most a NYX-nek az Epic Ink Line tusát fogom használni, és képzeljétek el, ezt nemrég vettem, körülbelül 2 napja, direkt ehhez a sminkhez, mert egy tusom volt, de annyira régen használtam, hogy már beszáradt, úgyhogy kénytelen voltam venni tust, márpedig egy különlegesebb, vagy ünnepi, vagy alkalmi sminkhez szerintem nem nagyon hiányozhat. Na, sikerült! És ahhoz képest, hogy 1000 éve nem húztam tusvonalat, nem is lett annyira gáz, és úgy sikerült megcsinálnom, hogy erre a cicás vég felett van épp, de egyébként nem rossz, ezt nem direkt csináltam, így lehet, hogy alá kellett volna, vagy fogalmam nincs, viszont ez a tus, ez gyönyörű, tehát ez tényleg fekete, úgyhogy nagyon nem mentem meg, hogy megvettem, és lehet, hogy többször elkezdek már tusvonalat használni. Azt nézem, hogy lehet, hogy ezt a cicás dolgot itt a tusvonal fölé én még megpróbálom megcsinálni, mert hát na, Nem vagyok profi, nagyon nem vagyok profi. Így? Igen? Így valahogy, ja. Az alsót meg mindjárt valahogy eltüntetem. Aha! Így már nem olyan rossz. Ezt az alsót, meg hogy tüntessem el. És akkor most egy picit még rámegyek a highlighterre, amivel már rámentem. Itt ezen a falon is. Most jön a glitter, és nekem egy ilyen Essence-es Golden Nuggets 06-os kódú glitterem van, és van egy glitter primerem is, úgyhogy én ugyanazon a korrektoros lapos ecsettel felviszem a primert a szememre, és utána megpróbálom rátenni a glittert. Nagyon nagy szemű darabok is vannak ebbe a glitterbe, és nem minden részem mutat annyira jól. Rossz, hogy ilyen az üvege, vagy amiben benne van, mert ebből nem nagyon lehet kiszedni, és van egy ilyen glitter eszenszes glitter applikátorom, és megpróbálom ezzel
fölvinni. Az a rossz, hogy a mélyítő vonalamba is belemegy, és akkor most megpróbálom az arcom többi területéről, meg a szemem többi területéről. Úgy látom, hogy egészen jó lett, de konkrétan mindenhol glitter van, és nem jön le rólam. Úgyhogy én azt mondom, hogy kezdjük az alapozást. Mert úgy átha könnyebb lesz leszedve az arcomról. És az alapozás után meg még befejezem a szemem. És nem nagyon szoktam az alapozónál, az alapozásnál primert használni, de most kivételt teszek, mert van egy ilyen The Ordinary-s primerem, egy ilyen szilikonos primer, úgyhogy teszek a fejemre ebből. A HD Liquid Coverage alapozót használom a Catrice-től, és múltkor is ezt... És az előző smink videóban is ezt használtam, csak a 0-20-as árnyalatot, és már megvettem a 0-10-es árnyalatot is, és most ezt használom. Ezt nem kell világosítanom, szerencsére. Mivel a smink szivacsom, általában smink szivacsal szoktam dolgozni, eléggé rossz állapotban van szegény, nagyon le kéne cserélnem, ezért most kivételesen alapozó ecsettel fogom felvinni az alapozómat. Most hullik le még több, úgyhogy nem lehet ezektől megszabadulni. Baj, nem baj, ez egy ilyen smink. Folytatom az alapot, még szerintem egy nagyon pici korrektort fölviszek helyekre. Egy kis púder. Bronzosító. Ja, púderként a szintén Catrice, és szintén Catrice bronzosítót használok. Most picit nyugodtabb vagyok, hogy megvan az alap. Még a highlightert fogom felvinni, de most befejezem a szemsminkemet, mert az is zavar, hogy még sehol se áll. Azt nézem, hogy tényleg picit elveszett a glitterek között a tusvonal, úgyhogy kicsit rádolgozok legelőször. Időközben egész sokat haladtam, csak nem vettem észre, hogy közben leállt a kamerám, pedig végig szorgosan magyaráztam nektek, hogy mit és hogy csinálok. Azóta megcsináltam az alsó szempillasoromba, tettem a két színből, amivel mélyítettem az alsó szempillasoromra, és kifestettem a szempillámat Catrice Glamendol nevű szempillaspirállal, és még arra is rájöttem, hogy azért mászik föl a glitter a mélyítő vonalamra, meg fölé, mert ahogy pislogok, oda is felkerülnek, úgyhogy ez nem tudom, hogy ez én hibám-e, vagy ez ilyen elkerülhetetlen dolog, de egyébként egészen jó, és plusz hullik is ugyanúgy, de így már könnyebben leperek, hogy púderes az arcom. Most pedig meg fogom csinálni a szemöldökömet, mert már nagyon hiányzik, és először fixálom egy Essence-es Lash and Brow géllel. Ezután pedig két szemöldök fixálót fogok használni, vagy festéket. Az egyik a Catrice-nek az Eyebrow Setjéből, az a világosabb szín. Először fogom ezt használni, mármint használtam már ugye ezt, csak abban már szégyenletesen kevés van, és volt egy új, teljesen új termékem, és arra gondoltam, hogy ehhez a videóhoz elkezdem ezt használni, megtisztelem ezt a videót azzal, hogy használom az újonnan felbontott Catrice termékemet, és ugye
picit obrisan próbálom csinálni a szemöldököm, bár annyira nem látom a különbséget. Az elejében ebből szoktam tenni, a végébe pedig a NYX-nek a Theme and Frame nevű terméket viszem majd fel a szemöldököm másik felébe. Egyébként nagyon szerettem ezt a Catrice terméket, nekem már volt egy ilyenem, és már szinte el is felejtettem, hogy hogy néz ki, mert annyira régi volt, hogy meg sokat is használtam, hogy már lekopott az összes írás róla, és tényleg már nem is emlékeztem, hogy így nézett ki. Amúgy egy nagyon kompakt kis dologról van szó, van benne egy kis fiók, abban van egy szemöldök csipesz, meg ilyen kis ecset is, és tényleg nagyon-nagyon király, ezt nagyon-nagyon szerettem, meg most is szeretem. Miután ezzel is megvoltam, felviszem a highlightert, mert ez maradt. Ugyanazt a highlightert, a Catrice highlightert fogom használni, amit a szememre is felvittem, és szintén egy kicsit így a szememre, én ide szoktam ilyen keretnek a szemöldököm alá vinni. És ha ezzel is megvagyok, ezután megcsinálom a számat, és mivel ugye egy picit rózsaszínes a smink, nem akartam egy piros szájrúst fölvinni, hanem ez is egy Rival de Lupos matt folyékony rúzs, és ez is picit lilás rózsaszínes, de hogy azért mégis van, legyen benne egy kis bordó, ilyen pirosos bordós alverdés ajak kontúr ceruzát fogok előtte használni, és akkor hát ha picit bordósabb lesz. Hihetetlen mekkora rendetlenséget tudok csinálni akkor, amikor sminkelek. Brutális! Mindig irigykedve néztem azokat a smink videókat, amikor a smink videók legvégén a lányok lefújkálják magukat valami fixáló sprével. Nem irigykedtem, de érdekelt nagyon, hogy mennyire jó egy ilyen termék. És van annyi belőle, mint a szemét, annyiféle árkategóriájú, és annyiféle márkának van már ilyen, hogy az, ami hihetetlen. De én az egyik legkedvencebb márkámtól, ha van ilyen szó, vettem meg a Multi Talent Fixing Sprayjét, és ez pedig a Catrice. És ezzel most true smink videót fogok előállítani, mert fixálom a sminkem egy sprayvel. Nem tudom, miért van ennek, vagy mi a lényege, én ettől mindig vízes leszek, és nem tudom, hogy ez miért jó. Lehet, hogy ha megszárad, azután jó lesz, de mindegy. Ennek most jelenleg meg kell száradnia. És ha megszáradt, akkor befejezem a videó végét. Megszáradt. Hát remélem élvezhető a videó, és elnézitek nekem az egy-két bénaságomat, meg azt is, hogy egyre sötétebb van mindig a videóban. De én egészen elégedett vagyok ezzel a sminkkel. Nem lett tökéletes, de hát mi az? Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, és remélem nektek is tetszett, meg nektek is tetszik a smink. Nagyon kellemes karácsonyi készülődést nektek, és a következő videóban pedig találkozunk. Sziasztok! Esküszöm, nem lett rossz.